Hát szeretettel köszöntöm Kardos Ernőt, aki a Majos JS vezetőedzője volt még 2 héttel ezelőtt. Hát azt lehet róla tudni, hogy a 2001-es FTC bajnokcsapatnak voltál a játékosa. Együtt nőttél fel többek között Gera Zoltánnal. Mesélj még egy-két mondatot magadról. Jók-e, amiket elmondtam? Igazából igen, pécsi gyerekként ugye végreálltam a Szamár létrát, és úgy lettem ott M1-es játékos. Onnan megvett minket a Ferencváros. Hárman mentünk föl akkor a Gera Zoli, a Solyom Csab meg én. És ugye elindult úgy a pályafutásom, ami egy jó irányba ment. Aztán volt egy sérülés, amiből igazából kijöttem, mert utána még játszottam NB1-be Kaposváron. De a Fradis korszakomat befolyásolta, és utána igazoltam Győrbe, majd Kaposvárra játszottam. Ott is még 2 évet NB1-be, külföldön is voltam 2 évet, majd hazajöttem, megint Kaposvár, és ugye Baján is játszottam NB2-be, tehát elég sok csapatba megfordultam, de ez a sérülés befolyásolta, aztán már készültem az edzői pályára, és Dombóváron lettem először játékos edző NB3-ba, aztán ott végeztem el az edzőit, és nyilván az első olyan komolyabb edzői kihívás az a Dombóvári volt NB3-ban, aztán utána alacsonyabb osztályi csapatokból megyébe edzősködtem Pécsváradon, Marcaliba, majd ugye 2 évvel ezelőtt a Gyános Szabi barátom, aki nagyon jó barátom, szólt, hogy mi lenne, ha Majoson segítenék, és így vágtunk bele a majosi kalandba. Ha jól emlékszem, hogy ez 2021-ben volt, hát a totál kiesőnek tűnt már akkor, amikor átvette a csapatot a Majos. Már olyan lemaradása volt, mert pár nem is volt olyan sok hátra már a bajnos. Igazából, igen, áprilisban vettem át, 7 forduló volt vissza a bajnokságból. A Tihanyvári Laci bácsitól vettem át az edzőskedést. Már kiesett akkor a Majos, tehát papíron már kiesett. Igazából szegény Laci bácsit Isten nyugasztalja, már ugye nem tudott ugye az öltözőre hatni, én úgy gondolom, és tőle vettem át a stafétabotot, és az 7 meccsen annyi pontot szereztünk mind egész évben a csapat. Kialakult a köztem és a csapat között egy nagyon jó kohézió, kémia, illetve a Gyánus Szabi volt, aki ebben főszerepet játszott, hiszen ismerte a majosi közeget, és egy nagyon jó öltöző kialakult, és azt mondták a vezetők akkor, hogy semmi probléma nincs, kiest a csapat, készüljünk, belekóstoltak az NB3-ba, és újra NB3-at akarnak. Próbáljuk meg nagyjából együtt tartani a csapatot, és nyerjük meg a bajnokságot. És ez ugye tavaly előtt, amikor megye egyesek voltunk, akkor sikerült is megnyerni, szinte 1 évig veretlenek voltunk, és ugye megnyertük a bajnokságot. Már jött a ominózus osztályzó Nyíregyháza ellen, kőkemény 2 mérkőzés, nézőcsúcsa. Az a legnehezebb ellenfelet ti kaptátok kb., akik lehetett azok közül, vagy mindenki azt mondta, hogy tartalék csapat, csak a Nyíregyháza a második csapata ne legyen. Igen, sok jó csapat volt akkor a kalapban, de az egyik legnehezebbet mi kaptuk. Azt, hogy a legnehezebbet, de az nem 100%, de az egyik legnehezebbet az biztos, a top 3-at mi kaptuk. Nyilván nehezített a dolgot, hogy az utazása az, ami ugye hát azért Majostól ez 400 kilométer, és ugye nyilván azt tudni kell, hogy egy szerény költségvetésű, teljesen amatőr közegből lévő csapatnak ez azért előtte nap elmenni, szállás, tehát nyilván anyagilag ez nem volt egyszerű, de a vezetők megoldották, és így sikerült továbbjutni a Nyíregyházán, és feljutni az NB3-ba. És ugye a legelső NB3-as évet azt kifejezetten jól zártátok, tehát igazából nem is nagyon volt veszélyben a bennmaradás. Én le is nyilatkoztam, hogy hát ugye a realitás a bennmaradás, de én azért ismertem a csapatnak az erejét, ami a kohézió és az egység, de azért vannak az öltözőben komoly képességű játékosok is, és én azt is nyilatkoztam a helyi újságnak, hogy én szeretném, hogy sima bennmaradás legyen, ez így is történt. Sima volt a bennmaradás, nem is voltunk egyszer se kieső helyen. Nyilván volt egy 9 meccses hullámvölgy, amikor nem tudtunk nyerni, csak döntetlenek voltak benne, de annyira erősen indultunk, hogy ezt is átvészeltük, utána volt egy olyan, hogy 6 meccset nyertünk Zsinórban otthon, hazai pályán, tehát mind a 6 hazai meccsünket megnyertük, 22-es gólarányjal, ez imponáló volt ugyanaz csapatként. Nagyon sokféle rekordot megdöntöttünk, amit le is nyilatkoztam, hogy Tolna megyei csapat, NB3-ban még ilyen így nem indult, úgyhogy erre büszke vagyok.
és simán bemaradtunk, és akkor jött ez az év, amikor igazából nem volt más célkitűzés, lépjünk egy picit előrébb, ezt határozták meg a vezetők, a realitások talaján kell maradni, és én azt mondtam, hogy megpróbálunk előrelépni, de valószínűleg a idén is a bennmaradásért kell küzdeni. Ugye azt nézzük az előző évben, háromszor csapattal, akkor ti a középcsoportban voltatok, igen. És akkor bemaradó helyhez egy 16. vagy esetleg még egy 17. helyen bent lehetett maradni. Most igen. Meg ezt tudunk ugye, hogy 16 csapat van, tehát ahhoz, igen. Hogy maradjon valaki, 12. 13. helyen szükséges, de inkább a 12. vagy a 13. már bizonytalan, ott már esetleg lehet gond, ha úgy alakul a dolog, ugye? Hát igen, a 12 az biztos bemaradás, és ugye a három csoport, ugye a négy csoportból a 13. Ugye az ki fog esni, a legrosszabb 13. Az, ami ki lehet esni még a 13. Ki lehet esni a 13. helyen. Én azt gondolom, hogy így, ez a tavalyi bajnokság is erős volt, de így, hogy kevesebb csapat lett, és ide kerültek olyan tradíció, vagy nagy múltú klubok, mint a Kaposvári, Rákóczi, vagy a kiesett MB2-ből a Szent Lőrinc, ugye itt maradt a bajnok Iváncsa, itt maradt ugye második számú csapatok, az MTK, Fradi, tehát a Paks 2 nagyon erős, tehát ott a visszajátszókkal ugye lehet játszani, tehát nagyon-nagyon, a Nagy Kanizsáról ne is beszéljünk, tehát ide kerültek olyan csapatok, ami nehezítették ezt a csoportot, én úgy gondolom ez az idei bajnokság erősebb, és annál is inkább nekünk mindenképp erősebb volt, mert én úgy gondolom, hogy tavalyhoz képest a Majos nem azt mondom, hogy gyengült, hanem képesség kicsit kiment az öltözőből, akik jöttek játékosok, nagyon jó képességi játékosok, viszont szerintem személyiségben lehet egy picit talán, vagy profizmusban egy picit, úgy gondolom játékos profizmusban egy picit előrelépett a csapat, de nagyon hosszú még a bajnokság, én úgy gondolom, hogy a Majos, bár ugye már nem vagyok ott, de képes lesz, hogy bennmaradjon, mert nagyon erős kohézió van. Lehetett ugye olvasni, hogy gyakorlatilag nem leváltottak, hogy te magad álltál föl, te mondtál föl igazából, hogy nem szeretnéd folytatni tovább. Mi volt ennek az oka? Igazából ugye ez a 2,5 év gyönyörű volt. Most ugye nagyon gondolkodtam, hogy nem szeretnék belemenni sárdobálásba, de nyilván az se jó, hogyha nem az igazat mondom. Tehát éreztem már, tehát nagyon 2,5 évig az működött, amit én meg a Gyánus Szabi megálmodtunk, és ez működött. És egy pár, ugye most talán azt gondolom, hogy a vezetők egy részét, tehát nem mindegyiket, elkényeztette ez a siker, lépjünk előre még, és nem biztos, hogy helyén tudták kezelni ezt, hogy tavaly bennmaradtunk, és szerintem lehet, hogy magukban irreális elvárások vannak a csapattal szembe, ami nem biztos, hogy reális, mert a csapatnak a képessége behatároltak, behatárolta a klubnak a lehetősége, infrastruktúrálisan edzés lehetőség, nyilván nem egyszerű történet, ott van Bonyhádon egy másik csapat, aki megye egybe, vitézkedik, és valószínűleg meg is nyeri a bajnokságot, ott van egy olyan csodálatos létesítmény, és nyilván azt mi használhattuk, és köszönet ezért a városnak, de az se volt teljesen a miénk, és tehát nagyon sok mindennel meg kellett küzdenünk, és az utolsó pár hét sikertelensége, ez egy picit rányomta a bélyegét arra, hogy a vezetők szerintem túlzottan elkezdtek pánikolni, és nem biztos, hogy sportszakmailag a legmegfelelőbben kommunikáltak felém, vagy esetleg a Gyánus Szabi felé, és én már örlődtem egy pár hete, hogy nekem van egy elvem, én nem engedem, hogy beleszóljanak semmibe a vezetők, idézőjelbe. Úgy mondom ezt, hogy nagyon rendes emberek, mindennek tesznek a csapattér, élnek, halnak érte, de sajnos a profi osztály profi vezetést kíván, és szerintem sportszakmailag a vezetők előre kell lépni Majoson, ezt én így gondolom, mindenképpen, tisztelet a kivételnek, és ebbe volt egy kis konfliktus, hogy sem azt mondom, nyomást akartak rám rakni, de tehát ilyen számonkérés jellege volt egyszer-kétszer, hogy miért így, miért úgy, és megmondom őszintén, hogy az elveimben nem megyek szembe soha, tehát én amikor éreztem, hogy egy picit ez elment ilyen bizalomvesztés irányába, akkor én mondtam a Szabinak, hogy ez kommunikáljunk, mert ez így nem jó a vezetőkkel, aztán volt egy megbeszélés pénteken, amikor lemondtam, a Sánta Áron, aki minden esetre a csapatnak, és szerintem ő nélkül nem működik ez az egész majosi közeg, hiszen szerintem a Gyánus Szabi meg ő rakja vele a legtöbb munkát, és neki ezúton is köszönöm ezt a 2,5 évet a Sánta Áronnak, meg nyilván a Gyánus Szabinak is. Vele volt egy megbeszélésem, és ő is mondtam, hogy a vezetésből egy-két ember már, ha
ha rajtuk múlnak, ha nem lennék az edző, és ez nekem a végszót jelentette, hogy itt nekem, én nekem nem biztos, hogy itt tovább kell dolgoznom, mert én úgy tudok tovább dolgozni, hogyha az én elveim érvényesülnek. A játékosok, azok szenzációsak, tehát nyilván aznap ugye őket meg is fogta ez az egész, hiszen én úgy gondolom, hogy nagy többsége ragaszkodik hozzám, vagy ragaszkodott hozzám, de hát ilyen a futballélet, minden megy tovább. Vérzik a szívem, egy picit, nagyon, sőt, nagyon vérzik a szívem, de teljesen megkönnyebbültem, mert mondom, az elveimmel soha nem fogok szembe menni. Ezt elmondtam, akkor inkább nem fogok edzősködni. Itt az elvek milyen szempontból? Tehát egyrészt a játékos, kik játszanak, abba akartak beleszólni? Nem teljesen az igazság, hanem mert nyilván én nem engedem ezt meg, hanem volt egy mérkőzés, vagy akármelyik mérkőzés vége volt, ha vereség volt, akkor, akkor nyilván mindegyik vezetőnek, akik ugye nyilván nem élték meg ezt sportszakmailag, volt egy-két olyan megjegyzés, hogy miért így, miért úgy, ez jobb lenne, ez az lenne, és nyilván én ezt soha nem engedtem beleszólni, és mindig mondtam, hogy mindenki foglalkozzon azzal, ami ezért, szerintem, mert akkor működni fog a csapat, tehát a szertáros legyen meg a szerelés, a pályamunkásnak legyen meg az, hogy jól legyen a pálya, és a vezető meg teremtse meg a feltételeket, az edző meg vállalja a felelősséget, és állítsa össze a csapatot, és nyilván hozzon olyan döntést, amivel a csapat sikeres lesz. Visszatérve a pályára, tehát én nem csak edző voltam ott, nyilván az voltam, de sokan nem tudják, és nyilván nem azért mondom, mert nehezemre esett, de sokszor mi a Szabival pályát csináltunk, és lementünk, elromlott a locsolóberendezés, locsoltunk kézzel, kapcsolgattuk a gombot, hogy a srácoknak másnapra jól legyen a pálya. Beálltam én edzőként segíteni, mert engedte a napom, gyeptégláztam is a kapu előtt a pályát, és nem azért mondom, hogy ezt nem nagyon szívesen csináltam, imádtam ott lenni, és főleg azért csináltam, mert szerettem ott mindenkit, a vezetőket is, de még egyszer mondom, sportszakmailag nem engedem, hogy bármilyenféle nyomás vagy beleszólás legyen, és ezért váltak el útjaink. Most, hogy nézem itt az eredménysort, a bajnoki eredménysort, ugye 8 bajnokit játszottatok a csapattal, ebből 3 tartalék csapat ellen volt, itt a Paks 2, Fradi 2, MTK, igen. Fehérvár 2, sőt 4. 4-jel, igen. Tartalék csapat volt. Igen. Ugye Fraditól kikaptatok, Pakstól kikapcsoltok. Hát én azért azt gondolom, hogy ezek nem tudom, ezek más lehetőségek vannak. Legyőztétek a Fehérvár 2-t, MTK 2-vel döntetlen. Én megmondom, hogy a tartalék csapatokat én ki is venném, mert ezeket nagyon nehéz megítélni, mert egyszer ilyen összeállításban játszanak, egyszer úgy. Ez bizonytalan. Viszont a Szekszárdot legyőztétek, 2-0. Így van. Öttetek is van, akkor Iváncsától kikaptatok, hát mondjuk tőlük kb. Mindenki kikap, 3-2-től kaptatok ki, az szerintem az is vállalható eredmény. 93. percben kaptunk ki az Iváncsától, bocsáss meg, hogy félbeszakítalak. Ezek a másik csapatok, ott kiki meccset játszottunk mindenkivel, tehát meg lehet nézni, egy gólos vereségek voltak, utolsó perces vereségek voltak az Iváncs ellen 94-ben, és ez nem magyarázkodás, ezek tények. Ezek lettek volna fordítva is, nem lettek, nyilván ebben benne volt a csapat, én, mindenki benne volt, de ez a realitás, tehát a Majosnak 8 pontja van, pillanatnyilag lehetne 12-13, egy kis szerencsével, nagyobb koncentrációval, ugye arról nem beszéltünk, és nyilván a vezetők is tudják, de én soha nem kapaszkodtam ebbe le, 3-4 olyan sérülés volt a csapatnál, műtét, kiugrott a váll az egyik kulcsjátékosomnak műtét, az egyiknek a térde műtét, a másik fiatalomnak a térde, tehát mindegyik játékos kezdőjátékos, meghatározó játékos, és ezt is úgy helyek közel tudtuk pótolni, úgyhogy én úgy gondolom, Majoson van egy stabilitás, de sok minden belőle kell lépni, és nyilván a lehetőségeket nem szabad összehasonlítani egy Paks meg egy MTK, tehát elmentünk fel az MTK-hoz, sok játékosomnak most nem bántom őket, meg nyilván még lehet, hogy nekem is egyszer-kétszer most úgy megújultott minden, hogy iránytű kellett, hogy betaláljunk az öltözőbe Majoshoz képest. Tehát teljesen mások a feltételek, a körülmények. Egyik barátom mondta viccesen, hogy milyen munkát végeztünk Majoson, hát amikor oda kerültünk a gyármú Szabival 4 éve, akkor
viccesen meg is érezte, hogy a kakas kukorékot a középkörben most meg jó pályánk van, meg MB3, meg a Fradival játszunk. Megmondom őszintén, hogy erre büszke vagyok, de nyilván a lehetőségek a többi csapatnál, én úgy gondolom, tehát fényévekkel jobbak, de így is benne lehet maradni, munkával, alázattal, becsületességgel lehet maradni. Hát most egyébként sok ember most tudta meg, hogy hol van Majos egyébként, itt az NB3-mal, aki foglalkozik, hogy a magyar labdarúgásnak szó szerint fölkerült a térképére Majos. Hát igazából erre is büszkék vagyunk. Ugye át is vettük most a nevet, a város megkért, és valahol nyilván megértjük őket is, ugye nyilván anyagi támogatás fejébe, hogy vegyük át a Bonyhádnak a nevét, mert azért Majos, az Bonyhádnak a része, azt tudni kell, hogy ez Bonyhád Majos néven ment most a csapat, ez helyrajzilag Bonyhádhoz tartozik, ez egy külön település, Bonyhádtól 1-2 kilométerre, hogy elhagyjuk, hogy ott van, de Bonyhádhoz tartozik helyrajzilag, egy 1000 lakosú település, nagyon jó emberekkel, nagyon családcentrikus szurkolókkal, de valahol azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon imádom őket, szeretem őket, de mégis mondom, ez az osztály már azt követeli meg, hogy profibban kell gondolkodni az egész közegnek, és ezt nem mindig sikerült, nem mindenkinek sikerült, ezt én így gondolom, és ez miatt szerintem, ha ezt meg tudják változtatni elsősorban vezetői szinten, hogy még profibban gondolkodjanak, akkor lehet jövője ott a futballnak, akár ilyen szinten is. És jól tudom, a Magyar Kupában is mentetek két kört, most még a bajnokság mellett, ha nézzük, ott is volt hát két. Igen, jöttek a sérülések, és talán azt mondtuk, hogy szerencsétlenek voltunk, mert szerettünk volna egy jó csapattal játszani, és nem levecsülve a Kadarkutot vagy a Kelent, tehát ugye megvertünk egy megyei csapatot, ami mondjuk azt, hogy kötelező volt, bár a Kadarkut tavaly azért a Kozár Miszent kivert a kupából, tehát nem volt egyszerű mérkőzés, kettőre nyertünk. Aztán a Pénzügyőrt otthon 2-0 nagyon simán megvertünk, az nagyon simán meccs volt, és arra bíztunk abba, hogy egy jó sorsolással tudunk hozni a Majosra egy MB1-MB2-es csapatot. Idézőjelben mondom a sajnos, és tényleg minden tiszteletem a Kelenét, hogy idézőjelben a Kelent kaptuk, Pesten kikaptunk 1-0 a 92. percbe, úgyhogy nagyon csonka csapattal mentünk el. Én el is mondtam, hogy a bajnokság prioritást élvez, de ezért szerettünk volna tovább jutni, nem sikerült. Most lehetett volna koncentrálni 100%-ba a bajnokságra, a sérültek szép lassan majd fölépülnek, és én úgy gondolom, hogy kemény kőkemény munkában benne lehetett volna simán maradni. Ugye azóta két mérkőzés volt, Kaposváron volt még a október 1-én, tehát a múlt héten egy 1-0-ás vereség. Igen. Tegnap pedig a Érdel volt egy 2-2, egy utolsó percben sikerült. Mennyire vagy még a csapat körül, vagy mennyire figyeled a dolgokat egyáltalán, hogy hogy vagy? Őszinte leszek, nem tudtam teljesen elengedni a lelkembe ezt az egészet. Szakmailag teljesen el tudtam engedni. A srácokat és a János Szabit, meg egy-két embert nem tudtam még elengedni. Beszélgettem a srácokkal is, ott voltam a mostani meccsen is a lelátón, szurkolók is jöttek oda, nagyon jó esett. Ott voltam a Kaposvár meccsen is a lelátón. Hozzám nőttek ezek a srácok, azért mégis velem érték el a nagy része a sikereket. De nyilván az élet ilyen megy tovább. Mind a két meccsen stabil volt a csapat, láttam azokat a jeleket, amiket én tudtam, hogy benne van a csapatban, ez a stabilitás és ez a majosi szív, ez egyedülálló szerintem. Úgyhogy vérzik a szívem, ott vagyok idézőjelben a Majossal, mint szurkoló, amikor tehetem, ha nem lesz munkám, valószínűleg azért lesz. Ha nem lesz munkám, akkor amikor tehetem, azért megnézem a srácokat, mert még egyszer mondom, hogy azért, mert én eljöttem, a szívem egy része ott maradt, és főleg a játékosok azok, akik nagyon mély benyomást tettek rám, és nagyon sok játékos, mondhatom azt, hogy a második fiamként tekintettem. Úgyhogy ez a része kellemetlen, meg rossz érzés, de ilyen az edzői szakma, tovább kell lépni, tovább is fogok. Attól függetlenül szurkolok a srácoknak, hogy meg az új vezetőedzőnek is nagyon sok sikert kívánok. Egy aliszenszes felkészült szakember. Nagyon sok sikert kívánok neki, remélem, hogy a srácokkal sikerül kiarcolni a bennmaradást. A Csillag László lett, aki esetleg nézi most ezt a interjút, nem mindenkit, ugye Csillag László lett a új vezetőedző. Esetleg meg is beszéltek konkrét dolgokat a csapattal kapcsolatban? Akár kikéri a tanácsodat, akkor fogékony vagy erre? Nem beszéltem még vele, engem nem keresett, szerintem nem is fog. Nem tudom, hogy
nem tudom, hogy mennyire volt képben, ahogy lenyilatkoztam, amit olvastam, hogy nem ismerte a csapatot, egy játékos volt, aki itt edzett, nem ismerte a csapatot, hát biztos most informálódik. Nyilván ott a Szabi is, hogyha megkérdezi a Gyánus Szabit, mert a Gyánus Szabi ott maradt ugye technikai vezetőként, ő is lemondott az edzői tisztről pályaedzőként, és ott képviseli tovább a klubot, mint technikai vezető, de semmiféle ugye sportszakmába nem szól bele. Hát ha a Szabit megkérdezi, ő nagyon sokat tud neki segíteni, hogy biztos kommunikál majd azokkal az illetékes emberekkel, akik tudnak neki segíteni, vagy nem segíteni. Nyilván van olyan, aki tud neki segíteni, van, aki csak szeretne, de nem tud. Hát ez majd a vezetőedző eldönti, hogy kitől kér tanácsot. Ha engem fölhívott volna, akkor én nagyon szívesen elmondtam volna a véleményemet, elmondtam volna a csapatról a véleményemet. Ez nem történt meg, szerintem nem is fog megtörténni, és ez valahol így is van rendjén. És mi lesz veled? Hogyan tervezed a továbbiakat? Ugye nekem azért van civil munkám is, tehát nem csak az edzőség volt, úgyhogy most dolgozgatom, elmegyek egy-két továbbképzésre, nyilván ugye most évvége van, meg kell újítani majd a licenszemet, eljárok majd Pestre továbbképzésre, illetve kaptam 2-3 megkeresést, ami a napokban fog realizálódni, mindegyiket meghallgatom, valamelyiket már meghallgattam, azt is elmondom, hogy magasabb osztályból is kaptam felkérést. Mint az NB2 akár, vagy NB1-ben mondjuk egy... Név nélkül, tehát amíg nem történik semmi, nem szeretném mondani annyi, hogy igen, egy magasabb osztályból kaptam egy felkérést NB2-be, az egyik vezetőedző megkért, hogy segítsek neki, mint pályaedző. Ez egy nagyon szimpatikus ajánlat. NB3-ból is kerestek, pont mai nap kerestek, úgyhogy velük is fogok majd tárgyalni. Illetve utánpótlásba is kerestek akadémiai szinten, hogy el tudnak képzelni, és nyilván. Tehát ez nekem nagyon jó esik, és jó visszajelzés az elmúlt pár év, hogy azért a Szabival sikeresen, de ezt hangsúlyozom, hogy ez nem csak az én, hogy Majoson most ilyen csapat van, vagy NB3 ebbe az amatőr közegbe, ez nem csak az én sikerem, sőt, én mondtam, én a Szabival tudok együtt dolgozni, a Gyánus Szabival, és szeretnék is vele együtt dolgozni, mert amit ő képvisel meg én, ez együtt működött az egész, és nyilván nem kifelejtve még egyszer mondom a vezetőket is, és mindent köszönök nekik, emberileg, amit megteremtettek, és ezen a szinten meg tudtak teremteni, ezt mindent megteremtettek, de mégis van bennem egy tüske egy-két vezetővel szemben, mert még egyszer sportszakmailag nem szabad nyilatkozni az edző fele, mert nem az a szakmájuk. Nekem ez a véleményem, és ezt tartom is, ezt azért kiállok a bárki elé az igazamért. Akkor nem is bántad meg így utólag, most már 2-3 hét elteltével, hogy akkor azt mondtad, hogy vége. Emberileg megbántam a srácok miatt, meg ugye azok az emberek miatt, akik miatt ott voltam, a Szabi, a Sánta Áron, illetve a srácok miatt, meg ott van egy-két nagyon-nagyon rendes szurkoló, nagyon sok szurkolóval jóba vagyok. Ő miattuk megbántam, de ez az emberi része. Szakmailag abszolút nem bántam meg, mert szeretnék majd tovább lépni, és szeretnék profibb közegbe dolgozni. Hozzáteszem, Majoson is, ha a vezetők tudnak egy szintet lépni profizmusba, akkor már pedig szerintem kell, hogy lépjenek, akkor ott is lehet sikereket elérni. De ne, abszolút nem bántam meg szakmailag. Emberileg még azért van bennem érzelem. Hát köszönöm szépen az interjút, és remélem, hogy hamarosan ismét találkozunk a neveddel majd valamelyik csapatnak a kispadján. A magasabb. Nagyon szépen köszönöm, bízom benne, meglátjuk. Köszönöm szépen. Van is elsület egy ilyen dolog, egy ilyen váltás, hogy egy NB2-ben találod magad, lehet egy valaminek a kezdete is. Szokták mondani, hogy sokszor az ember tud fölfele is bukni. Legyen így, meglátjuk, nem kapkodok, meghallgatok mindent. Most rám is fért egy pár nap pihenés, így fejben sok volt, de szeretnék tanulni, szeretnék majd feljebb lépni az edzői ranglétán is, mert fiatal vagyok, még 44 éves, sokat kaptam a futballtól, de nem tudok még, tehát nekem is tanulnom kell, nem vagyok kész edző, abszolút, viszont ami nagyon-nagyon pozitív, és addig fogom ezt csinálni, iszonyatosan nagy ambíció van bennem, talán mint egy vulkán ki akar törni belőlem, és talán ez vitte a csapatot a sikerre, hogy nagyon ambiciózus ember vagyok, illetve a Szabi is, a Gyánus Szabi is, és ketten ez így csodákra volt eddig képes.